Tardiak vagytok, két part közt laktok, ha a part összemenne, Tardiaknak vége lenne. Ugyanis Tard települése két domb között egy völgyben helyezkedik el. Itt vagyunk ma a Poggyásszal, Matyóföldön túrázunk, és természetesen eljutunk majd Cserépfaluba is, a Bükk-aljára. Úgyhogy szerintem induljunk is, hogy mi lesz a mai Poggyászban, pillanatokon belül kiderül. A rovat együttműködő partnere a Magyar Turisztikai Ügynökség. Bükk-alja a földanyám ringó bölcsőm és hazám életemnek megtartója, koporsónak takarója. Ez mi volt? Ez mi? Ez egy terítő, vagy mi? Vagy egy falvédő. Azt úgy hívták, ugye? Malvinka néni cserépi származású hölgy, elkerült élete során Tardra is. A tardi hímzést alakította, mondhatni formálta cserépivé. Itt volt tanárnő, itt született és itt is halt meg. Tardról egy régi csúfolódó versikével köszöntünk be az adás elején, de most először Cserépfalu látogatóközpontjában csodálkozunk rá a matyóhímzés helyi változatára, mert itt is hímezték ám a világhírű, mint a helyi, keresztszemes változatát. Mezőkövestől pár kilométerre vagyunk csupán a Bükk-hegység déli részén. Nyaklánc, csontból, menő volt nagyon. Ahol most vagyunk, mit akar ez megmutatni annak, aki ide bejön? Ez az ősember kutatásnak a kezdetét, a régi időktől a napjainkig, hogy miket tártak fel. Ott az első résznél láthatjuk maga a Subajuk barlang, amit 1932-ben fedeztek fel, és találtak egy felnőtt nő és egy 3 éves gyerek csontmaradványait. A picike tárlat szépen megmutatja, hogy a környék egykori vulkánjai nyomán milyen kőzetek maradtak itt. A különleges formájú bemélyedésekkel teli kaptárkövekkel egerszalókon már találkoztunk. Errefelé is van bőven szerepük, máig titokzatos. Vannak, akik urnatároló köveknek feltételezik ezeket, mások régi korok méhészetéhez kapcsolják. A közeli híres Subajuk barlangról is begyűjtjük itt az infókat, aztán megyünk, megnézzük a saját szemünkkel. Ez a Hórvölgy az ország leghosszabb völgye. Itt a Subajuknál éppen virágzik a hóvirág és a kék csillagvirág is. Milyen szép itt az erdő alja. Volt egy betyár, Suba Mihály nevezetű, aki állítólag ide hordta fel a szerzeményeit, amit a körútjain szerzett, és ő róla lett elnevezve. A Subajuki barlang most már jó 40 éve a fokozottan védett természeti értékeink közé tartozik, és az itt talált ősember leletek pedig körülbelül olyan 60-70 ezer évesek. Körülbelül 500 méter magasan vagyunk, ez egy keskeny kiugró sziklaperem, itt állt régen az ódorvár. Ma már csak a déli oldalon lehet látni a falnak a maradványait, 1351-ből van az első írásos említés, a 14. században pedig huszita rablóvárként üzemelt, és az 1500-as években említik még, hogy Mátyás király fekete serege lerombolta teljesen a várat. Oh.
Gyönyörű kilátás nyílik a délbükre, fel Háromkő, Tarkő, fel a bükre, a Horvölgyére. Innen lehet látni a környező településeket, valamint ott lent ezt a kis fehér házat, ez az Oszlai Tájház, ahol a helyi erdészeknek az életét és tevékenységet bemutató kiállítást lehet megtekinteni. A közelben található a Hajnóci barlang bejárata, Magyarország egyik fokozottan védett barlangja, benne cseppkövekkel, ami engedéllyel látogatható is. Innen az ódorvári csúcsról egyébként tiszta időben a Tiszáig is ellátni. A faluban a több száz éves tölgytuskó a régi itteni tölgyligeteknek állít emléket. Cseréffaluban három pincesor is található, de az egyik leghíresebb ez a berezdi pincesor, ami arról híres, hogy három soron vannak a pincék. Ezt pincefalunak is szokás nevezni. Tufába vájták a pincéket, rengeteg pincében található faragás, különböző motívumokkal, és nagyon híresek és büszkék a helyiek a boraikra. Egy nyári rendezvény alkalmával pedig ezek a pincék szabadon látogathatók, és a borosgazdák borai is kóstolhatóak. I've seen the eyes of the devil, my son. How many lives will it take on the run? I've seen the world is fighting the war, fighting the war with another war. A szocialista kor sztárolt épületei, a kádár kockák azért a bükkaját se kímélték, de szerencsére például Cseréffaluban is nagyon sok jó régi házat lehet látni, ami az elmúlt századokból még mindig él, vagy valamilyen múzeum van benne, vagy olyan is van, amit egyébként még laknak. Ez itt a cseréffalui kilátó, ami a környék kaptár köveit szimbolizálja, és Szabina mindjárt elmondja, hogy ez a település, ez a falu és a többi is itt a környéken hogyan kapta a nevét. Egy vándorútnak indult, a táskájában volt vaj, pogácsa és egy cserépedény, és leszakadt a táskájának a füle, amerre elgurult a vaj, ott lett noszvaj, amerre a pogácsa gurult, ott lett bogács, és amerre a cserépedény darabkáira tört szét, itt lett cseréffalu. Cseréffalu templomtornya több mint 50 méteres, ezzel a Borsodi vármegyében a második helyet szerezte meg. Most pedig a bő 10 kilométernyire fekvő Tardra indulunk, Matyóföld egyik bájos településére. Nagyon szép kis házi macska vagy. Már Tardon járunk, Matyóföldön. Váci Rozi itt született és imádja a matyóhímzést. Vele nosztalgiázunk a faluban. Hú, micsoda szívélyes fogadtatás. Te hoztat Tardon. Kedves vendéget. Hát gondolom, ezt enni, ezt inni kell, ugye? Iszol egyet? Természetesen. Na gyere akkor. Rozival itt. Egészség. Akkor egészség. Gyorsan egy pogácsát. Ez a ház Rozi szülőháza, Marika néni pedig Rozi egykori dadusa. Tardi hölgykoszorúba mit készítünk, dadus? Mit csinálunk? Most jelen pillanatban majd a csigatésztát készítünk, ami lisztből és tojásból áll. Ludgégernek is nevezték, vagy ahogy én hallottam a régi öregektől, itten csak csigatésztának, mert itt lakodalomban ez volt mindig a betét a levesbe. Tészta, ez már készen van, és egy kicsit megliszteljük be, és akkor hozzáfogjunk nyújtófával valakit megne is. A kis tardi kislányoknak nincs párja. Mikor mennek vasárnap a templomba,
Olvasó és ima könyvben a kezi kezébe, régi szeretője jár az eszébe. Oh, több mint 100 éves csiga készítő is alkalmatosság. Rányomom a szélét, igen, tekerem, aha, és körbe kell tekerni, és nyomni kell. A kis tardi legényeknek nincs párja, mikor mennek vasárnap a kocsmába. Jobban hangzik. Boros pohár a kezébe összecsörgeti, bal karjával a babáját öleli. Hogyha én megcsináltam négyet, az már elég egy levesbe, nem? Attól függ, mennyit hogy szereti a tejfőt. Kis levesbe. Igen. Dadus drága, de ilyet férfi sose csinált régen, nem? Hát nem nagyon csináltak, de az utóbbi időben már az én gyerekeim is csináltak, mert besegítettek, hogy hamarabb kész legyen. Ezt a munkafolyamatot úgy hívják, hogy drukkózás, amikor tintával az alapmotívumot ráteszik a textilre, és aztán utána az asszonyok pedig azt varják ki, így néz ki, amikor rákerül a drukkózás. Kezdünk egy egyszerű kis öltést, úgy hívják, hogy száröltés. Száröltés? Száröltés. A virágnak a szárát fogjuk öltögetni, általában ugye a zöld cím, ezt még a kisgyerekek is meg tudják csinálni, és te is meg fogod tudni csinálni. És megmondom, hogy mi kell még nekem. Egy dolog még nekem nagyon kell ehhez. A száröltést már egy egyes olvasóval fogom megoldani, hogy lássam. És mik a minták? Mi a leggyakoribb minták? Virág. Virág. Rózsa, tulipán, ne felejts. A Mezőkövesdnek van egy lapos öltéssel, száröltéssel hímzett virág, mint a kollekciója. Szent Istvánnak hasonló virágai vannak, csak ők sokkal másabb pasztelebb színeket használnak a hímzésnél. Tarnak, megint egy egészen más hímzés formája, ő neki a kereszt szemes öltés. A tardi asszonyok mind a mai napig hímeznek, mondhatjuk kézműveskednek, hála Rozinak, aki így a díszes ruhák segítségével hírét tudja vinni a világban ennek a csodának. A matyóhímzés egyébként az UNESCO szellemi és kulturális örökségi listájára is felkerült. Sőt, ha valaki turistaként jön Tardra, ugyanazt a törődést kapja, mint most mi a podgyásszal. És Marika, ez mi? Ez? Hát, ez egy tardi főkötőkendő. Igen. Mert az, ami az én fejemen van, ez úgymond egy hétköznapi alkalomra használatos, általános. Ez viszont az ünnepi viselet. Ez kendő, ez kettő kendő van úgy összedolgozva. És akkor a gazdagságot ezek a gyöngyök is jelentették. Meg az is jelentett, hogy esetleg még harmadik kendő is van, és harmadik szín is van. Tardi templomban vagyunk, és a díszítés a lila alapon, a matyó motivumok pedig a bűnbánat a húsvét idején, a húsvét előtti időszakban, akkor díszítik fel így a templomot. De ez is gyönyörű egyébként. A szüleim a 80-as évek elején tanítóként leköltöztek Tardra. Egyébként pont itt a templomban dőlt el, hogy Tardot fogják választani, mert édesapám zongorázott, és mikor megérkeztek, a lovaskocsi a templom előtt rakta ki őket, és ott volt a kertben a harangozó, és megkérdezte a papa a harangozót, hogy bejöhet-e és megszólalthatja-e az orgonát. A családi legenda szerint ekkor dőlt el, hogy Tardra fogunk költözni.
tulajdonképpen így a matyó kultúra benne volt az életemben kicsikorom óta, de nekem sosem tűnt föl az, hogy ez egy külön kultúra, minden házban mindig ott volt. És aztán, amikor 30 éves voltam, és a gyermekemet, első gyermekemet szültem, akkor nyáron lejöttem abba a házba, ahol ott éltünk. És valahogy akkor így ráláttam erre, hogy ez nagyon szép, csak nem a poliészter asztalterítőn, hanem esetleg egy ruhán. És akkor így készült az első darab. Matyóföld fővárosában Mezőkövesden vagyunk, a Zsóri fürdőt nem hagyhatjuk ki. Forró vize 84 éve tör fel ezen a helyen, és ma már gyógyvízminősítésű. Neve ehhez az úriemberhez, Zsóri Lajoshoz köthető. Sok időt itt töltött Mezőkövesden, a élete nagyobb részét Mezőkövesden, középbirtokos is volt, de szolgabíró is, és végzett jogi egyetemet is, tehát azt lehet mondani, hogy okos ember volt, látta az akkori folyamatokat, hogy sok helyen keresik a földgázt, illetve a kőolaj. De ezek helyett forró víz tört fel 60 fokosan a fúrások nyomán, Zsóri úr pedig a birtokán építetett rá egy medencét. A többi már történelem. Az itteni vízként tartalma Magyarországon a legerősebb, azért is érezni jellegzetes illatát már messziről. A fürdéshez persze visszahűtik ezt a hőt más medencék és az itteni épületek fűtésére használják. A gyógyvíznek olyan áldásos hatásai vannak, főleg ilyen mozgásszervi, reumatikus bajokra nagyon jó, és emellett női betegségekre is, vagy utókezelésekre, ortopédiai műtétek után. Úgy éreztem magam, mint egy autó az autómosóban, a gőzborotva alatt, teljesen olyan. Milyen izgalmas, meg érdekes dolog lehetett, hogy amikor itt kőolajat kerestek az 1930-as évek végén, hogy állítólag egy 30 méter magas vízoszlop 60 fokosan tört fel. Hogy annak micsoda ereje lehetett meg, hogy az hogy nézett ki, hogy azt szívesen megnéztük volna akkor, hogy az milyen. Életem podgyász történetének első alkalma, hogy szauna sapkát veszek föl, Rumcájsz az erdőben. Nagyon jó illat van, matyó virágok illata biztos. A masszázsal ugye javítjuk a vérkeringést, kerescsonti résznél masszírozunk, ugye a letapadásokat próbáljuk az izomfájdalmakat enyhíteni. Na ez nagyon durva ez az öltözet, az a fejfedő. Mi ez a hatas ez városrész? A hatas városrész. A régi Mezőkövesnek ez volt a úgynevezett szegény zuga. Tehát itt látszanak is az épület, és itt megmaradtak direkt ezek az épületek, illetve hát próbáltuk felújítani.
illetve amit elvittek itt mellettünk, ez például ezt az épületet Szentendrére a skanzánba elvitték. Aha. Hát mi most újjáépítettük itt. A skanzen jellegű hadas városrészben a legnagyobb Matyó mintatervező Kis Jankó Bori egykori otthonába is bemehetünk. Érdekes dolog, hogy az ős Matyó minta az kétszínű volt, kéket és a pirosat használták, és akkor ezeken a táblákon nagyon jól lehet ám látni, ahogy bejöttek a következő színek, a sárga például, és akkor így haladunk előre, az időben már megjelenik a zöld, egyre ilyen díszesebb a minta, és akkor itt lehet látni, hogy itt már egész színkavalkád van, meg hát mintakavalkád is. A 150-200 éves náttetős parasztházakban ma alkotóműhelyek működnek. Szegények voltak az emberek, és hát nem volt nagy birtok. Mindig, amikor született a gyerek, kicsit, még egy kis ház, még egy kis, és kialakult ez a igen sajátos szerkezet. És azért hadas, mert Mezőkövesden a rokonságok, mondjuk a Molnár, ez egy rokonság, ő volt a Molnár hada. Tehát ilyen rokonság, tehát, hogy mind hat, többen vannak. Hadak voltak, és így alakultak ki. A mai napig tartja egyébként ez a hagyomány a városunkban, és minden hadnak megvolt a maga sajátos megkülönböztető, mert Molnárban volt sok, de nem mindegy, hogy keskeny Molnár, vagy a hosszú Molnár. Surc, ez a surc, a hímzett kötény a surc. Az itteni látogatóközpontban már 21. századi módon ismerkedhetünk a Matyó életérzéssel. A rovat együttműködő partnere a Magyar Turisztikai Ügynökség. Matyóföldet három település alkotja, Tard, Szent István és Mezőkövesd, innen búcsúzunk, Jézus szíve templom, Kavicsos tó, egyébként Mezőkövesdet városi rangra maga Mátyás király emelte, és állítólag bölcs királyunk járt is itt, és van is egy nagyon aranyos történet ezzel kapcsolatban, hogy állítólag a Matyó név az a Mátyás becézett formája. Hogyha vissza akarják nézni ezt az adásunkat, arra ott van a YouTube, a Facebookon, Instagram oldalunkon pedig új információkat tudhatnak meg a közelgő adásokról. Jövő héten újra jövünk, mi bajunk lehet, szép hétvégét addig is mindenkinek, viszlát!